Egy település önkormányzatának, Sárospataknak és az egyik országos televíziós csatornának egy nap erejéig közös lett a célja. Mégpedig a szórakoztató programok szervezésén túl felhívni az ország figyelmét a zempléni régió egyedülállóságára. Ehhez pedig a legjobb eszköz egy roadshow volt, amelyből összesen 5 lesz a nyáron, és amelyből egyet éppen a sárospataki strandfürdő láthatott vendégül. Nem is csoda, hogy a vendégek az éjjel egy óráig tartó programoknak köszönhetően a nap folyamán mintegy 6000-en látogattak el ide. Én azt hiszem, hogy a mai rendezvényünk is bizonyítja, hiszen ezt a rendezvényt, ezt 5 magyarországi városban rendezik meg, és az 5 nagyvárosból az egyik az Sárospatak, hogy Sárospataknak a neve igen jól cseng az idegenforgalom területén. Nem véletlenül kaptuk meg 2 évvel ezelőtt az év települése címet, nem véletlenül nyertük el az Arany Rózsa díjat, vagy nem véletlenül, hogy Sárospatak a kultúra magyar városa. Megmondom őszintén, én viszonylag sokat járok a régióban, mert az én mennyasszonyom a tiszaújvárosi, tehát abszolút borsodi, úgyhogy járunk azért errefele, és nemrégiben bejártuk az egész felvidéket, Szlovákiát, és hát közben ugye az ember azért átmegy, mindenféleképpen azt el kell, hogy mondjam, és erről beszélgetünk most is idefelé jövet, hogy talán Magyarország egyik legcsodálatosabb része itt, az zempléni rész. Az alpolgármester hozzátette, ez a program azért is fontos volt a fürdő szempontjából, mert az idegenforgalmi szezon kezdetét a nagy esőzések rosszul érintették. Ezen a napon voltak olyan bátor jelentkezők is, akik a 30 fok feletti hőségben még a főzőversenyen is részt vettek. Úgy gondoltuk a csapattal így rokonságban, hogy főzünk egy jó marha pörköltet, és itt van a bográcsba fő. Kit volt Bogi, meg Nagycsomán ellenőrzött minket, hogy mi lesz itten, milyen főzést csinálunk, készítünk. Hát. A sztárvendégek az esemény kapcsán elmondták, így is segíteni szeretnének a régiónak abban, hogy az egyetlen kitörési pontnak számító idegenforgalom még erősebb legyen. Én nagyon-nagyon remélem, hogy tudunk segíteni, és megmondom őszintén, hogy akikkel így találkoztunk és találkozunk itt a fürdő területén, borzasztó kedves emberek, tehát hála Istennek nem érződik. Lehet, hogy a mindennapi gondok mellett most ide kijönnek, egy picit elfelejtik a problémáikat. Mi azért vagyunk elsősorban itt ma, hogy egy kicsit eltereljük a figyelmet talán a gondjaikról, vagy azokról a gondokról, amik a hétköznapokban érik őket, és egy pár perc, pár óra mosolyt csalni az arcokra, akkor már azt mondom, hogy jól dolgoztunk és megérte. Úgyhogy tulajdonképpen mi ezért vagyunk, és nagyon remélem, hogy tudunk segíteni. Az egésznapos program éjjel egykor zárult, így az esti fürdőzés még különlegesebb élményt nyújtott az idelátogatóknak.